Robbanásszerűen megnőtt az antiszemita incidensek száma Hollandiában. Már 14-en meghaltak idén a bandaháborúk miatt Svédországban. Az erőszak hulláma jobboldal erősödésével járt. És a biztonság játszik főszerepet Franciaországban a párizsi olimpia előkészületeiben. Jó napot kívánok, ez az Európai Híradó Brüsszelből. Zöldhegyi Katalin vagyok. Évente 100 000-nél is több bevándorló érkezik Hollandiába, ahol az európai parlamenti választás egyik legfőbb kampánytémája a migráció. Az érkezők többsége nem beszéli az ország nyelvét, ami megnehezíti a beilleszkedést és a munkavállalást. Közben a palesztin-izraeli konfliktus miatt robbanásszerűen megnőtt a zsidó ellenes atrocitások száma Hollandiában. Mindenről Marácz László, az Amsterdami Egyetem filozófia professzora beszélt az Európai Híradónak. Hollandiában a migráció két gondot okozott. Részben nem sikerült igazából a migránsokat beintegrálódni a társadalomban. Sokan még nem is beszélik az országnak a nyelvét, és továbbra is jönnek minden évben 100 000-en, ami nagyon-nagyon sok, és az ország ezt nem tudja feldolgozni. Úgyhogy most már szállodákban helyezik el a migránsokat, mert a fogadó táborok megteltek. A kormány lényegében semmilyen politikát nem folytat. Tehát hagyja a dolgokat, és nem tudja, hogy mit tegyen. És hogyan látja, hogyan kezelik azt a helyzetet, hogy megteltek a menekültáborok, hogy gyakorlatilag nem tudják már hova elhelyezni a folyamatosan érkező bevándorlókat? Hát a menekült táborokban ugye ilyen ideiglenes szállásokat építettek, vagy sátrakat építettek, ahol menekültek, illetve migránsok vannak elhelyezve, de ez már nem működik igazából, úgyhogy most egyszerűen a kormány kijelölt önkormányzatokat, ahol kényszerülve kell migránsokat fogadni, ami eddig nem volt, és nem minden egyik önkormányzat lelkesedik ezért, nem mindenütt van pénz új szálláshelyeket építeni. Úgyhogy most a kormány ilyen szállodapolitikát folytat, tehát szállodákat béreltek ki, hogy tudjanak migránsokat fogadni, ami azt jelenti, hogy kevesebb turistát fog majd fogadni Hollandia a nyár folyamán, mert nem lesznek fekvőhelyek a szállodákban. És hogyan látja, hogy reagál erre a holland társadalom az egyre növekvő bevándorlásra? Például a friss közvéleménykutatási adatok szerint Geert Wilders pártja olyan 33-34%-on áll, míg a szocialisták csak 17%-on. Ez visszatükröződik, ez az elégedetlenség a szavazói akaratban? Hát most voltak novemberben parlamenti választások, ahol nagyon jól szerepelt a Wilders-féle párt, tehát 36 mandátumot szerzett a 150-ből. Na most kormányalakítás zajlik, négy párt fogott össze, de úgy látszik, hogy két párt egy le akarja fékezni a migráns hullámokat, tehát a Wilders pártja meg a Paraszt párt, de a másik két párt, a régi liberális párt és egy új párt, amely a alkotmányos, a jogállamisággal foglalkozik lényegében, tehát figyeljenek oda a magyar nézők, itt megalakult egy párt, amely a holland jogállamiságot bírálja, de az a párt is nem nagyon akarja korlátozni. Úgyhogy teljesen bizonytalan, hogy lesz itt a közeljövőben kormány, egy új kormány, és teljesen bizonytalan lesz, hogy a migráns politikát valamilyen formában tudják kezelni a hatóságok. Itt Hollandiában is megjelentek ilyen Izrael ellenes palesztinpárti tüntetések, például megrongálták Amsterdamban Anna Frank szobrát. Hogyan látja ezt a tendenciát?
Hát ugye nagyon sok bevándorló jött az országba, amely kötődik különböző vallásokhoz, például az iszlámhoz, és ezek egy más kultúrkörből jöttek. Tehát ezen látszik, hogy az integrálódás, a közös nemzeti vallási tisztelet egymás iránt nem igazán sikerült. Úgyhogy ebben a negyedben is vannak utcák, ahol palesztin zászlók lobognak, az ember nem is gondolja, hogy Hollandiában lenne. És hogyan látja itt Hollandiában, mekkora problémát jelent a beilleszkedés, illetve a beilleszkedés hiánya? Ez komoly gondokat okoz, nyelvi problémákat mindenképpen. Ez tükröződik a oktatásban. Általános iskolákban nagyon gyakran, ugye most már a nem holland lakosság gyermekei vannak többségben, és itt óriási nyelvi gondok vannak, ami megakadályozza az oktatást. Egészségügy ugyanaz, tehát nagyon gyakran gyerekek mennek szülőkkel, az orvossal tolmácsolni, mert a szülők nagyon nehezen vagy egyáltalán nem beszélnek hollandul. Úgyhogy itt nyelvi ismeretek hiánya van, jogállamiság hiányok, az emberek nem ismerik a törvényeket. Saját törvények vannak? Biztosan vannak, de sokkal nagyobb baj, hogy a itteni törvényeket nem ismerik. Szokásokat, meg törvényeket. És ebből adódnak konfliktusok, nézeteltérések, botrányok. Beszélhetünk nyugodtan egy migráns válságról itt Hollandiában. Minden korábbinál nagyobb győzelemre számíthat az európai parlamenti választásokon a Le Pen nevével fémjelzett nemzeti tömörülés Franciaországban. A legújabb közvéleménykutatások szerint 15%-kal vezet Emmanuel Macron liberális pártja előtt. A migráció mellett a mezőgazdaság és a környezetvédelem van a vezető kampánytémák között, de a biztonság kérdése is főszerepet kap a júliusban kezdődő olimpia miatt. Párizsban Habsburg György nagykövet adott interjút az Európai Híradónak. Minden eddiginél nagyobb és látványosabb, sőt grandiózus olimpiára készülnek itt Párizsban, és nagyon szigorúak a biztonsági előkészületek is. Köszöntöm Habsburg Györgyöt, Magyarország párizsi nagykövetét. Hogyan látja a párizsi olimpia előkészületét? Miben más ez, vagy miben szigorúbb, mint a korábbiak? Biztos különleges a párizsi olimpiát, mert hát az olimpiát városon belül meg fog történni. Hát itt igazán az olimpia város központon található. Ez elég sok kihívásokkal jön, hát logisztikai szempontból. Szintén, hogy én gondolom, hogy ez igazán az első alkalom, hogy terveznek a megnyitó ünnepség is nem egy nagy stádionon, de hát a Szajnán csinálni, amit szintén egy külön kihívás a biztonsági szerveknek, tehát különleges lesz ezt a párizsi olimpiát. Az utcán lehet látni, hogy nagyon sokat még dolgoznak, nagyon sok tervek vannak, hogy milyen formában lehetne ezt a legjobb formában kezelni, és hát van a remény, hogy ez is sikerülni fog. Most ugye már szó van arról, hogy a nagy megnyitót eredetileg 600 ezer ember részvételével tervezték volna, de biztonsági okok miatt ezt már is lefelezték, 300 ezer ember nézheti meg a Szajnán a hajók felvonulását, a delegációkkal, illetve a biztonsági technikai emberekkel. Hogyan áll, mennyire fontos most a biztonság a párizsi olimpia idején? Biztonság biztos a fő téma. Ebben a pillanatban hát nagyon sokan beszélnek a biztonságról, és hát ezért a franciák nagyon dolgoznak, hogy milyen tervekkel a legjobb biztonság tudnak garantálni. Hát amikor már ezeket a hihetetlen nagy számok lehet hallani, hogy 45 ezer rendőr lesz itt Párizsban a megnyitó ünnepség. Olimpia alatt több mint 35 ezer rendőr lesz itt. A paralimpia még 25 ezer rendőr lesz. Tehát ilyen formában látszik, hogy ez egy nagyon fontos téma. A megnyitó ünnepség egy ilyen különleges kihívás lesz. Szintén a francia elnök már erről beszélt, van egy ilyen
B-terv, egy ilyen C-terv, hogy nem ilyen hosszú lesz ezt a Szajnai rész, ahol a megnyitó ünnepségig fognak ünnepelni, inkább a Trocadéronak fognak fókuszálni. Szintén, hogy mint tehát amikor túl erős a nyomás és nehézséget, a biztonsági kérdésekkel szintén a legnagyobb stádionba tudnak menni. Ez fognak még dönteni, de hát én gondolom, hogy nagyon foglalkoznak ezzel. Nem szeretnék, hogy bármi történik, és hát nagyon sokat dolgoznak. Szintén a legújabb technológiai eszközekkel kihasználva, például egy pár nappal ezelőtt már itt próbáltak ki, hát milyen formában üzenetek tudnak küldeni a mobiltelefonok, hogy mindenki kapja meg ezeket az információk, amit szükség vannak. Hát itt nagy az előkészület. És ugye úgy hírlik, hogy nagyobb biztonságpolitikai nemzetközi téren is próbálják bebiztosítani az olimpiát. Szó volt arról, hogy a kínai elnök párizsi látogatásán esetleg szóba került egy közvetítői szerep Kínának a tűzszünet elérésére Oroszország és Ukrajna között a párizsi olimpia idejére. Nagyon sok és mindenfajta információ kint van. Mi valós és mi nem valós, én ezt nagyon nehezen meg tudom mondani. Én tudom, hogy a franciák nagyon keresnek a kapcsolat minden országnak a belügyminiszterekkel, a rendvédelmi szervezetekkel, hogy egy ilyen élő kapcsolat alakul ki, hogy ilyen formában minden információ nem csak itt Franciaországon van, mindenki kapja meg ezt az információt, és hogy mindenkinek, aki szintén nincs Franciaországon van, tudja továbbítani ezeket az információk a franciáknak. Ott van egy ilyen nemzetközi együttműködés, biztos mindent próbálnak megcsinálni, de hát 100%-os garanciát nem léteznek, de hát amit lehetséges, látszik, hogy a franciák ezzel foglalkoznak. Számosan érkeznek majd az olimpiára Magyarországról, és hogyan készüljenek, mire készüljenek? Hát biztos egy ilyen grandiózus olimpia lesz, hát amikor látszik, hogy itt a városban, hát milyen formában előkészítenek a stádion, hát a külön stádion, aki itt vannak a városban. A logisztika, én egy kicsit több idő számítanám, hát amikor egy helyen a másikra kell menni, mert hát ez biztos szintén egy nagy kihívás lesz, hogy milyen formában tudnak egy ilyen jó működő logisztikát garantálni. De ez nem egy ilyen különlegeség itt Párizsban. Én emlékszem, hát amikor Rióban voltam az olimpiánál, hát ott is nehézségek voltak. Hát logisztika mindig egy ilyen nehéz kérdés. De hát ez biztos különleges lesz, és amit itt előkészítenek, ez igazán fantasztikus, hát amit itt már látszik hát az előkészítésben. Az európai politika végletesen megosztottá vált. Ez mutatkozik meg a Robert Fico elleni merényletben. Erről beszélt a Hír TV-nek Frank Füredi, a Matthias Corvinus Collegium brüsszeli központjának vezetője. Szerinte a konzervatív, szuverenista politikusok ellenségé váltak Brüsszelben. Komoly harc folyik a jobb és a baloldal, a béke és a háború párti álláspont között. Sőt, ez a küzdelem csak tovább fokozódik az EP választások után, amikor a jobboldali frakciók jelentősen megerősödhetnek. Azt láttam, hogy az ő szemükben azok az emberek, akik hasonlóan gondolkoznak, mint a Fico, aki hisz egy önálló államba, hisz abba, hogy a régi tradíciót komolyan vegyük, aki szkeptikus, hogy mit csinálnak itt Brüsszelben, akkor az ő szemükben az ellenség. Ez nem egy politikai vita van itt, hanem egy harc van az ellenség ellen. És meg kell érteni nekünk, hogy amikor van a választás Európában mindenütt, akkor ez nem egy normális választás, ahol egymásnak megfogjuk a kezét, mosolyogunk egymásra, még barátok is lehetünk, annak ellenére, hogy vitázunk egymás ellen. Ez egy harc, ez egy komoly harc, ahol az ő szemükben az ő jövőjük azon függ, hogy valahogyan megverjék az ő ellenségüket, akármilyen módon. Svédországban a migráció és a klímaváltozás mellett a közbiztonság az európai parlamenti választás legfőbb kampánytémája. Nem véletlenül.
Csak idén 14-en haltak meg a bevándorló hátterű fiatalokból álló bűnbandák fegyveres leszámolásaiban. A helyzet olyan súlyos volt, hogy a svéd kormány a hadsereg segítségét kérte a bűnbandák megfékezésében. Az eddig soha nem tapasztalt erőszakhullám a jobb oldal erősödését hozta magával Svédországban. Uppsalából Bugnyár Zoltán tudósított. Lassan indult be a kampány Svédországban, alig 3 héttel a választások előtt vett csak lendületet. Mielőtt ez megtörtént volna, a sajtót és a közbeszédet a szélsőjobbnak mondott, szuverenista svéd demokraták már uralták. Ez annak köszönhető, hogy egy kereskedelmi tévécsatorna oknyomozó riportban tárta föl, hogy a kisebbségben kormányzó Kristersson kormányt a kabineten kívülről támogató svéd demokraták trollfarmot üzemeltetnek a közösségi médiában, és hamis információkat terjesztenek politikai riválisaikról. Az A profilok mögött a párt munkatársai állnak a riport szerint. A baloldal rögtön a kormány bukását vizionálta, Ulf Kristersson miniszterelnök is magyarázkodni kényszerült szövetségese miatt. Jimmy Åkesson, a svéd demokraták elnöke szerint viszont pont a baloldal az, amely ilyen lejáratásokkal akarja befolyásolni a választókat. Svédország barátai, hetekkel a fontos európai parlamenti választások előtt gigantikus belpolitikai befolyásolási műveletet indítottak a balliberálisok. A cél részben választóik mobilizálása, részben pedig a svéd demokraták szavazóinak demoralizálása. Bár immár 3 hete tartja a média és a baloldal a felszínen a témát, ez utóbbi nem sikerült. Egy uppsalai férfi szerint nem rontott a párt hitelén a riport. Nem hiszem, hogy befolyásolja az eredményt. Ez egy összerakott dolog volt, amit bemutatott a tévé a Hideg Tények műsorban. Az egyik személy, aki állításokat tesz, az bankrabló sapkában van, kesztyűben, elváltoztatott hangon, egy sötét mélygarázsban, drámai zenével a háttérben. Ez fék, ez megrendezett. A készítők terjesztenek hazugságot, nem a párt. A közvéleménykutatók is ezt támasztják alá, 2-3 héttel ezelőtthöz képest még nőtt is a támogatottságuk, ahogy a mérsékelteknek is. Ugyanez mondható el az előző uniós választással összevetve is. A két legnagyobb jobboldali párt nagyobb arányban számíthat a választók bizalmára, mint 2019-ben. A miniszterelnök pártja, a mérsékeltek, akár 2, míg a radikális, szuverenista svéd demokraták akár 5%-kal is több szavazatot kaphatnak, ami a széttagozódott svéd politikai színen jó eredménynek számít. Körülbelül 20-20% jut majd ennek a két jobboldali pártnak. Ráadásul a svéd demokratáknak ez lesz immáron a 3. szavazása európai parlamenti választása, amikor növekedni tudnak. A jobboldali pártok erősödése az utóbbi időben ismét fókuszba került az erőszakhullámnak köszönhetően. Nem csillapodnak a bandaháborúk Svédországban, heti átlagban 4 lövöldözés történik, és idén már 14-en meghaltak ezekben. Újabban már nem csak a no-go zónákra koncentrálódnak ezek az erőszakos bűncselekmények, hanem például Stockholm elegáns belvárosi negyedében, Södermalmban is előkerülnek a fegyverek. Nagy társadalmi kérdések, mint a migrációból eredő problémák, illetve a közbiztonság kérdése mobilizálja a választókat, és ez a jobb oldalnak kedvez. Míg a szociáldemokraták az Oroszország elleni további szankciók fontosságát és a szélsőjobb veszélyével való riogatást tartják a legfontosabb választási kérdésnek, a mérsékeltek a határvédelem szigorítását, az atomenergia bővítését, valamint a svéd erdők védelmét, addig a svéd demokraták valódi európai témákat is zászlajukra tűztek, mint például a brüsszeli hatalmi központosítás megállítását és a migrációval kapcsolatos politikáról való döntés tagállami hatáskörbe helyezésének szükségességét. Az olyan klasszikus jóléti kérdések, mint az oktatás és az egészségügy kevésbé vannak ebben a kampányban fókuszban, ugyanakkor a bűnözés mögött a 2. helyre a bevándorlás, a 3. pedig az éghajlat került. A választáson a legnagyobb győztes úgy tűnik mégis a szociáldemokrata párt lehet, annak ellenére, hogy a legforróbb választási kérdések nem az ő választási programjuk és üzeneteik mentén találhatóak. A mély társadalmi beágyazottságú baloldali párt hagyományosan nem szerepel jól az uniós választásokon. Az ország 1995-ös csatlakozása óta folyamatosan vesztett népszerűségéből, ami idén változhat, akár plusz 4-6%-kal is többet kaphatnak, 28% körüli eredményt prognosztizálnak.
A szavazatot pedig nem jobbról, hanem egyértelműen a kisebb baloldali pártoktól vehetik el, akik közül a liberálisok és a centrumpárt feltehetően be sem jut majd az Európai Parlamentbe. Ez volt az Európai Híradó Brüsszelből. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A jövő héten Dajcs Tamás lesz a vendégem, aki összegzi a képviselőcsoport terveit a választások után felálló új Európai Parlamentben. Várom Önöket akkor is. Viszontlátásra!